Sok szeretettel köszöntjük az emberiség.hu nézőit, illetve hát szeretettel köszöntelek István. Most már kezd hagyományá válni az, hogy időnként beszélgetünk különböző témákról. Ma is hoztunk egy érdekességet, és akkor mielőtt belekezdenénk, ugye én több könyvedben is olvastam olyanokat, hát igaz, hogy ez nem fő téma volt, csak mellékszál, ezek ilyen science fiction regények voltak, ahol egy egységes földi világkormány volt, és nem voltak már háborúk az emberiség történetében, nem voltak országok, államok. Ugye ezt sokan nem szeretik, mert hogy akkor a nemzetállamok visszaszorulnak, és a többi, és a többi. Most nem is erről akarunk beszélni, de ez egy olyan idillikus világ volt, amit a mai ember talán nehezen tud elképzelni lévén, hogy jelenleg is rengeteg háború zajlik ugye nemzetek között, országok, vagy nem csak országok között, hanem különböző csoportok között a világon, Ázsiában, Afrikában, itt-ott, amott. És az mai ember ugye kétféle háborút tud elképzelni az emberiségnél. Van ez a hagyományos fegyverekkel vívott háború, ami most jelenleg is ugye Ukrajnában zajlik, illetve hát a rosszabbik az mondjuk egy atomháború, amikor csak politikusok vagy katonai vezetők gombokat nyomogatnak, és valahova becsapódik egy atombomba, ugye azt mindannyian tudjuk, hogy egy atomháborúnak nem nagyon lehet győztese, de most amiről beszélgetni fogunk, és ami témát ma hoztál nekünk, ez ugye a jövő háborúi, ezt a címet adtuk a mai beszélgetésünknek, hogy nem csak hagyományos fegyverekkel, és nem csak atomfegyverekkel lehet háborút vívni, hanem még különböző más egyéb módokon is sajnos, és akkor át is adom a szót, hogy akkor pár szót mesélj nekünk erről, hogy mit tudsz ezekről. Nos, hát először is üdvözlöm a nézőket. A jövő háborúit természetesen egészen másképpen fogják vívni, mint a maiakat. Én arra szavazok, bár nem tetszik nekem a dolog, de úgy tűnik a technika fejlődéséből, hogy elektromagnetikus fegyvereket fognak legfőképpen használni. Ami azt jelenti, hogy ezeknek a hatása lehet éppenséggel annyi, mintha nukleáris fegyvert vetettek volna be, csak az a hatás másféle módon, nem ilyen direkt tömeggyilkos módon fog megnyilvánulni, majd a végén kitérek erre is. A dolog ott kezdődik, hogy az elektromagnetikus fegyverek meg tudják akadályozni az áramszolgáltatást. Ez az egyik alapja, és egyben a legerősebb oldala is. Gondoljunk csak bele, hogy a mai világban, illetve hát általában nem szoktunk belegondolni, annyira természetesnek tűnik, hogy van áram, jön a vezetékekből, és minden ennek alapján működik. Na most, ha ez az áram eltűnik, akkor a civilizációnk leáll, mert az elektromagnetikus fegyverek, mind részben a nevükben is benne van, ezek erre hatnak elsősorban. Tehát olyan eszközök ezek, kicsi részben már a balkáni háborúban is a NATO bevetette, akkor grafitbombának hívták, ami azt jelentette, hogy egy hatalmas területen egészen nagyon méretű grafit szálak hullottak le a levegőből, és a megtámadott területen ezek rátapadtak az elektromos vezetékekre, és nem kellett elvágni egyetlen drótot se, azokon keresztül megszűnt az áramszolgáltatás. És így ez nagyban megkönnyítette utána a támadók dolgát, hiszen a másik oldal nem nagyon tudott még számítógépeket sem használni, bemérni a célokat, a radarokat használni, és így tovább. De mondom, ez már az őskornak számít ezen a területen, mert az elektromagnetikus fegyverek azok úgy hatnak, ennél többet mélységében én sem tudok róla, mint egy napkitörés, amit mostanában már féltek néhányszor, és voltak is arra utaló jelek, hogy 11 évenként a napból igen erős és nagyon távolra ható, és a Földet is bőven elérő káros sugárzás indul ki, így hullámokban, amelyek tönkre tehetik az elektromos hálózatot bizonyos részeken, vagy a rádió, tévé adásokat megszüntethetik, számítógépek működését leállítják, és így tovább. Na most ezt képzeljük el nagyban, akár szinte globális méretekben is, ha ezt valamelyik nagyhatalom, amelyik ilyen fegyvereket fejleszt, ezt valahol beveti, akkor annak tényleg katasztrofális következményei lesznek. Mindjárt elárulom, hogy három nagyhatalomról van itt szó,
Oroszországról, Kínáról és az Egyesült Államokról, és ebben úgy tűnik, hogy a kínaiak nagyon előre járnak, mert több ilyen eszközük van, mint a másik két félnek együttvéve, állítólag. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, különösen annak a fényében, hogy ugye manapság az orosz-ukrán háború kapcsán ugye Kína fölzárkozott valamilyen szinten Oroszország mellé, ott van ez a tájvani probléma, tehát ott a levegőben lóg egy amerikai, illetve kínai tájvani invázió, és akkor az amerikaiak azt mondják, hogy elnye-benye, azt mi mégsem engedjük, de hát akkor a kínaiak meg rendelkeznek ezek szerint olyan fegyverekkel, amelyikkel még Amerika sem olyan mértékben. Így van. Nos, hát ez egy szomorú tény, de tény. Tehát én arra gondolok, hogy ha egy ilyen fegyvert bevetnének, amit mellesleg muszáj nevetnem, elég ironikus módon humánus fegyvernek neveznek a szakirodalomban, már ha egyáltalán fegyver lehet humánus, de egy ilyen elektromágneses háborúban egyetlen ember sem hal meg. Legalábbis nem direkte a harci cselekmények következtében. Csak egy adott ország adott esetben visszazuhan a középkorban. Pontosan ezt akartam mondani, és akár 24 óra alatt is visszazuhan. Tehát nem valószínű, különben, hogy az említett három ország bármelyike is a másik egyike ellen vetné be, tehát egymás ellen nem fogják bevetni, mert tudják, hogy a másik ugyanilyen módon vissza tud ütni. Hát ez olyan, mint az atomfegyver, hogy jó, nem lövünk ki atombombát, oké, mert legfeljebb másodiknak halunk meg, tehát ugye. De itt viszont ez nem áll, főleg akkor, ha egy valamelyik ezen hatalmak közül egy olyan közepes ország ellen vetné be. Most közepes ország alatt olyant értek, mint mit tudom én, Mongólia, vagy Marokkó, vagy Argentin. Vagy akár Ukrajna. Ugye azt látjuk most az ukrán háborúban, hogy az orosz hadsereg gyakorlatilag az infrastruktúrát is nagyon komolyan megtépázta Ukrajnában. Nyilván hagyományos fegyverekkel, rakétákkal, tehát hogyha egy más módon ezekkel az elektromagnetikus fegyverekkel tenné, hát az nem biztos, hogy annyira szimpatikus lenne, vagy jó lenne. Hát semmiképpen, de a lényeg az, amikor az előbb említettem ezt a humánumot, akkor arról van szó, hogy nem úgy vetik be a fegyvert, hogy ember ellen, hanem úgy vetik be, hogy mondtad az előbb csak az atommal kapcsolatban, hogy ülnek biztonságos messzeségben, bunkerekben emberek, és nyomogatják a gombokat, illetve hát beindítják ezeket a fegyvereket. Na most a mindennapi hatás természetesen eléri az egyszerű embereket, mert ha megszűnik az áramszolgáltatás, mondanom sem kell, hogy nem lehet az autókat feltankolni, hiába van benzin, nem lehet kivenni pénzt az automatákból, a világítás megszűnik, és az éjszaktól függően megszűnik a fűtés vagy a hűtés, mind a kettőre nagyon nagy szükség van. De ha megállnak a hűtők, akkor nem csak az áruházban romlik meg, ami a hűtőpultban van, hanem a sokkal nagyobb üzemekben is, ahol hűtésre alapvető szükség van, de még a sarki patikában is. Ott is vannak gyógyszerek, amiket hűteni kell folyamatosan, és ezért hűtőkben tartják. És a kórházakról ne is beszéljünk, ahol ugye ahhoz, hogy mondjuk életmentő műtétet hajtsanak végre, áramra van szükség. Ideig, óráig egy jobban felszerelt kórház generátora bírja ezt, ugye nyilvánvaló, de azért ez hosszú távon nem működik. Egyébként amit mondasz, azt ugye ketté kell vennünk, hogy mondjuk egy... Most kiindulok abból, hogy te is vidéken élsz, én is vidéken élek, tehát mi még jobban el vagyunk áram nélkül, mondjuk, mint egy városlakó, ahol még a víz sem folyik, hogyha nincs áram, mert a pumpák nem működnek, és a többi, és a többi. Tehát a Magyarországon készült egy felmérés jó néhány évvel ezelőtt, hogy aztán nem tudom, ezt mennyire tették publikussá, valahol olvastam egy cikkben, hogy talán a katasztrófa védelem készítette, hogy ha X időre elmenne az áram mondjuk egy nagyvárosban, akár Budapesten, az már mennyi halálos áldozattal járna? Tehát, hogy mennyien belehalnának? Igen, tehát itt humánumról szó sincs, de ezeknek az elektromagnetikus fegyvereknek ugye van egy mini változata is, ez már elég régen, már a 70-es években is volt olyan, olvastam különböző terrorista ellenes akciókról, amiket kommandósok vetettek be, hogy volt náluk olyan készülék, amelyet ha beindítottak, akkor mondjuk akkoriban 200 méteres körzetben megszűnt nem az áramszolgáltatás, hanem mindenféle hétköző eszköznek a működése. Tehát nem, akik hallották is a lövéseket, nem tudtak telefonálni se rendőrséggel sehová, mentők is adott esetben,
mert ott azon a környéken, ahol az akció zajlott, akár tizenvalány percig is, senki nem tudott semmit csinálni. Na most ennél ugye ez sokkal nagyobb méretű, ezt már szinte össze se lehet hasonlítani, mert itt arról van szó, hogy nem egy nagy követséget próbálnak megbénítani, vagy egy erőmű közelében valami akció zajlik, hanem ha ezt a fegyvert bevetik, akkor az áramszolgáltatás megszűnése azt is jelenti, hogy például a repülőgépek lezuhannak, mert van egy navigációjuk megszűnik. Saját áramforrása, de az egész hírközlés megszűnik. Elnémulnak a hangszorok, sötétek a képernyők, senki nem fogja tudni közölni a géppel, hogy most hol van, és hogyan menjen, és merre menjen, és hogy ne ütközön másokban, ne ütközön a földbe, jó helyen szálljon le. Ezek a lehetőségek abban a pillanatban egyetlen másodperc alatt megszűnnek. A GPS is megszűnik. Tehát aki éppen úton van, mondjuk autóval, az még csak meg tud állni. De a hajóknál ez már veszélyesebb, meg egyenesen katasztrofális. Tehát egy ilyen másodpercek alatti akcióval már rengeteg embert halálát lehet okozni, és a technikának olyan mértékű károkat okozni, hogy az utána sokáig nem is javítható meg, mert ezek ilyen feszültség növelő eszközök is egyben. Tehát olyan feszültséget zudítanak a meglévő vezetékekre, amelyek azokat nem bírják ki, nincsenek kellően szigetelve, mert senki nem vette eddig ugye komolyan, hogy ilyen támadás érhet bennünket. Most a napkitörésekkel kapcsolatban kezdtek egy kicsit erre gondolni, de messze nem tudnak úgy védekezni, mint ami szükséges lenne egy ilyen fegyver bevetésekor. Ami azt is jelenti egyben, hogy nem egyszerű hatásról van szó, hanem ha ezt bevetik, akkor azon a területen, ahol bevetették, az összes vezeték elég gyakorlatilag megsemmisül, tehát hiába, és a számítógépek is természetesen kisülnek, úgyhogy egy ilyen támadás, tartson bármilyen rövid ideig, nagyon hosszú időben nagyon hosszú hatásokat fog létrehozni, ráadásul akkor azokat majd idővel javítani is kell, tehát óriási károkat tud okozni, túl azon, hogy tényleg visszaesik a társadalom, akár 24 óra alatt is, mint említettem. Arra van információd esetleg, hogy mondtad, azt említetted, hogy a kínaiaknak sokkal több van ilyenből, tehát hogy nyilvánvaló, hogyha a kínaiaknak van, és te tudod, hogy a kínaiaknak sok van, akkor ezt az amerikaiak és az oroszok is tudják, és nyilvánvaló megpróbálnak megelőzően felkészülni arra, hogy valamilyen szinten a legalább a fegyverrendszereiket, vagy a mondjuk az amerikai elnököt, meg a körülötte lévőket olyan, hogyha egy ilyen fegyvert bevetnek, akkor ők azért relatíve megússzák ezt valahogy. De hogy az, amikor ennek az információnak utána néztél, akkor arra vonatkozólag volt hír, hogy ezt tervezik-e bevetni, vagy ezt inkább szintén nem merik bevetni, mert pontosan azért, mert hogyha viszonzásképp is kapnak egy ilyen hasonló támadást, akkor az ott megint az van, hogy nincs win-win, tehát ott mindenki vesztes, ugye? Na, szóval akkor hadd mondjam, így kétféle válasz van. Az első kérdésedre az a válasz, hogy ők sem ússzák meg. Tehát ha mondjuk az Egyesült Államok ellen bevetnék, akkor hiába menekül valaki a bunkerekbe. Ha az egész országban nincs áramszolgáltatás, akkor nem tud szólni a néphez, hogy ilyen költőjen fejezzem ki magam, mert nem hallják meg, nem jut el hozzájuk, nincs tévé, nincs rádió. Még hogyha helyileg meg is oldják mondjuk földkábelekkel, generátorokkal, helyi áramfejlesztővel a ideig, de óráig. Ez az csak rövid ideig tart. A másik dolog meg az, hogy ahogy említettem, nagy valószínűséggel a szakértők szerint legalábbis ez a három ország nem egymás ellen fogja ezt bevetni, mert a másik vissza tud ütni. Inkább ez olyan másféle, ahogy mondtam, közepes hatalmak ellen vethetik be, vagy akár ennél sokkal alacsonyabb műszaki szinten álló hatalmakkal szemben. Ott lehet nagy legénykedni, és ott lehet ezzel tényleg komoly hatást elérni. De oda meg fölösleges, tehát oda meg hagyományos fegyverekkel is ugye meg tudják oldani ezt a problémát. Igen ám, de a hagyományos fegyverek bevetése azt jelenti, hogy ember is kell bele, és ha azt az embert megölik, vagy fogságba ejtik, akkor a hazai közvélemény, legalábbis egy jó pár országban, a hazai közvélemény ez sokkal inkább az uralkodó hatalmi ág, vagy hatalmasok szemére hányja,
és akkor nem, azzal nem törődik, hogy valahol máshol odalőttek, és ott meghaltak 28-an, mert mondjuk egy afgán esküvőbe találtak bele, Hát hanem igen. egyetlen pilótájuk fogságba esik, akkor annak sokkal nagyobb hatása van, és a kormány ellenes hatása is, és elégedetlenkedés, stb. Tehát ezért mondom, hogy nem félnek attól, hogy ilyesmit, tehát a visszacsapás megtörténik, de gondolom logikusan, hogy ők is gondolkoznak egész időt a védelmen is, nem csak a támadó fegyvereken. De még mindig nincs vége, mert azt kell mondjam, hogy ezeket a fegyvereket már kipróbálták. Méghozzá az elmúlt évtizedekben, két évtizedben biztosan. Volt egy olyan kísérlet, amikor egy csendes-óceáni amerikai sziget fölött 70 kilométerre, tehát gyakorlatilag már a világűrben robbantottak egy ilyen, nem tudom, elektromagnetikus bombát, mondjam így, tehát ami rögtön szétszórta ezeket a sugarakat és ezeket a hatásokat. És akkor néhány óráig az egész csendes-óceán fölött megszűnt mindenféle a rádióforgalom, telefonálni nem lehetett, mobilozni, semmit nem lehetett sehol. Márpedig ez a csendes óceán azért akkor, hogy majdnem a Földnek a felét borítja be. De hát most a csendes óceánt elképzeli az ember, akkor ott nincsenek villanyvezetékek, tehát igazából mégis akkor ezek szerint működik. Most eszembe jutott a Neutron akció című regényed, amiben a világűrből valamilyen szerkezettel próbáltak valami bombát felrobbantani a Földön, úgyhogy ez egy picit kísértetiesen hasonlít erre, hogy 70 kilométerrel a földfelszín fölött ilyen fegyvert tudnak bevetni. Annak már vagy 40-valány éve volt, igen. Igen. Hogy még tovább, és még utoljára még jobban sófoljak rajta, már voltak kísérletek arra, kínaiak is, meg amerikaiak is, az oroszokról nem tudni, de lehet, hogy a kozmoszból lőnek ki ilyen sugarakat, ilyen hatásokat a föld felé. Például, amiről tudunk, és természetesen azért tudjuk, mert amerikai volt, a másik kettővel nem szokott ezzel edzekedni, de volt már a példa, hogy 400 kilométerre a Földtől egy műholdról eresztettek meg ilyen hatást, bizonyos területre eléggé leszűkítve, hogy ott jobban lássák a hatását, és nehogy véletlenül valami ellenséges területre ereszik. Tehát volt már olyan példa, hogy ezt így akár kozmikus méretekben is rá lehetett ereszteni föld, és rá lehet majd nyilván még inkább. És az utolsó csavar az egészben az, hogy nem muszáj beismerni, hogy mit tettük. Mert az egész bármikor ráfogható a nap tevékenységre. Aha. Faramuci ez a dolog így. Lehet kétféle vezető. Az egyik az, hogy valaki megcsinálja és nem vállalja, azt mondja, hogy hát az a napfolt tevékenységnek köszönhető, mi nem vagyunk hibásak. Mondjuk ez abszolút nem meglepő, meg nem is újdonság, hát látjuk, hogy az északi áramlat vezetékének a felrobbantását nagyjából hallgatólagosan tudja mindenki, hogy ki volt, de mégsem vállalja senki, azt mondja, hogy hát nem mi voltunk, hanem a biztos valakik oda mentek egy motorcsónakkal, és akkor felrobbantották. Tehát itt meg nem is kell másik hatalomra fogni, mert azt mondjuk, hát kérem szépen a naptevékenységből adódó. Mondjuk ez egy olyan dolog, hogy ezt meg megcáfolják sokan, nem a naptevékenységet, mert ugye nem csak egy országból figyelik, hanem egy adott esetben egy másik nagyhatalom meg azt mondja az ő tudósaik, hogy hát nem is volt ilyen naptevékenység, ez lehetetlenség. Úgyhogy érdekes ez a dolog. Kitaláltak, valaki azt felvetette a szakértők közül, hogy mi van akkor, ha fordítva történik a dolog, vagyis naptevékenység nyomán lesz egy ilyen kisebb katasztrófa, valahol elektromagnetikus katasztrófa a világban, és akkor jönnek a kínaiak, már ő rájuk fogják ezt, tőlük sejtik ezt a megoldást, és azt állítják, hogy ők voltak. Tehát van ebben több csavar is, csak azért, hogy mutassák, hogy ők már mire képesek. Aha. Ezzel megijesszék az ellenfeleket. Tehát sok mindenféle dolog lehetséges, de a lényeg az, hogy léteznek ilyen fegyverek, és ne legyenek kétségeinket, nap mint nap ezen dolgozik több ezer tudós. Itt is, ott is, amott is, sőt lehet, hogy már a kisebb angol, francia vagy egyéb kisebb időzős nagyhatalmaknál is folynak erre irányuló kutatások. Itt a szövetségi rendszerek előnyben vannak kétségtelenül, mert amit az amerikaiak föltalálnak, az olyan, mintha már a többiek is megkapták volna, akik tagjai a NATO-nak. De mondjuk orosz és kínai viszonylatban ez nem annyira így működik, ők saját erőből és nagyon keményen kell dolgozzanak. Érdekes.
Egyéb fegyverekről tudunk-e, vagy most csak erre a neomagnetikusra koncentráltunk? Nyilván a kiberháborúkról is lehetne beszélgetni, lehet, hogy ez egy külön adást megérne, hogy a hackerek meg különböző ilyen számítógépes szakemberek hogy próbálják meg tönkretenni az ellenséges országok, vagy nem is tudom milyen országnak nevező rendszereit. Ugye ez napin... Évtizedek óta, tehát vannak országok, főleg az előbb említett három közül kettőben, ahol erre valóságos szószoros értelmében hadseregek léteznek, akik nem egyenruhában harcolnak, és nem járnak a csatatér közelébe sem, hanem rendkívüli módon megszerzett és jó elektronikai és digitális tudással rendelkeznek, és ők ezekben a rendszerekben nagyon otthon vannak, és bármit tudnak elérni. Ott tartunk már, hogy van olyan ország, Észak-Korea, amelynek az állami költségvetésében egy bejövő tétel évről évre több 100 millió dollár, amit így csalnak el a világban. Tehát a különböző internetes akciókkal, becsapásokkal, információszerzéssel, zsarolással, stb. És hát az említett két másik nagyhatalom, az Oroszország és Kína, azoknál a nyugatiak által már lokalizált helyen, Leningrádban és az egyik kínai városban, ott ezrével ülnek hatalmas ilyen hivatalokban, számítógépeik előtt az angolul és más nyelveken is beszélő elektronikai szakemberek, akik ezeket... Hát mondjuk Észak-Korea esetében ez sem egy újdonság, hiszen már a középkorban az angol királyság is kalózokat foglalkoztatott, hogy raboljanak kincseket, tehát kvázi állami szinten, ugye, tehát ez az állami kalózkodás, ugye ugyanezt csinálja akkor ezek szerint Észak-Korea is, csak a modern változatát, hogy a költségvetését így egy picit felstrófolja. Ezekről még lehetne sokat, de pillanatnyilag azt hiszem, hogy ez is elég volt a nézőknek. Igen, igen, igen. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban maradt-e még benned gondolat, ezt mindig megkérdezem, illetve hát tudsz olyan könyvedet mondani? 780 könyv ugye megjelent már, van olyan könyved, amiben ezekkel a fegyverekkel így foglalkozol? Tehát, hogy esetleg az olvasó rá tud keresni, vagy csak inkább részletekben? A 80-as évek elején egy Scorpio című regény, ami része volt egy ilyen 10 részes sci-fi családregénynek. Jaj, tudom, az mai napig kedvencem. Ez itt egy dolga, hogy létrehoztak még a Dél-Afrikában, amikor a fehérek uralták a feketéket, vagyis az én életemben még ez nem is volt olyan régen, és akkor létrehoztak egy automata szerkezetet, amelyet ha harcba hívtak, akkor az ment, és csak a fekete bőrű emberek ellen küzdött, a fehérek ellen nem, és ezt elaltották sokáig, és ezt csak a modern korban előkerül valahonnan a tenger alól ez a szerkezet, és elkezd úgy viselkedni, ahogy őt tanította. Tehát csak a fekete bőrű emberek. És akkor ne feledd szavad már, fel is vezettük majd a kvázi 10 nappal későbbi adásunkat, a gyilkos robotokról lesz ugye szó a legközelebbi adásunkban. István, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is rendelkezésünkre álltál, és elmondtad ezeket az érdekességeket. Hát reméljük, hogy ezek az érdekesség szintjén megmaradnak, és nem kerül sor arra, hogy a kipróbáláson túl, ugye, ami már megtörtént, tehát hogy ezen túl élesben is bevessék őket. Hát sajnos azt kell látnunk, hogy az emberiség bizonyos szempontból fejlődött, de bizonyos tekintetben nagyon a béka feneke alatt maradt morális szempontból, és még mindig azon gondolkodik, hogy bizonyos emberek, legalábbis bizonyos nagyhatalmak, hogy hogyan tudjuk a másikat kiirtani vagy tönkretenni. Hát erről is lesz szó legközelebb. Így van. Na, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. A nézőket is köszönjük, hogy megtekintettétek ezt az adást, illetve hát azt mindig elmondom, hogyha István könyveire kíváncsiak vagytok, akkor egyrészt a nemere.hu oldalon elég részletesen, alfabetikus sorrendben, időrendi sorrendben, írói álnév sorrendben mindenhogy meg lehet tekinteni, illetve az olvasóterem.hu oldalról akár dedikált példányt is lehet rendelni a régebbi rendelkezésre álló könyvekből, illetve az újonnan megjelenő könyvekből is. Én elköszönök, és akkor legközelebb folytatjuk Istvánnal. Köszönöm én is.